napot kívánok, tisztelettel köszöntünk mindenkit. 104. kormányinfó. Kormányülés, kabinetülések voltak a héten, sok-sok történés. Kérem miniszter urat, hogy szokásos tájékoztatóját tartsa meg, majd állunk rendelkezésre a kérdésekkel. Azt szeretném jelezni, hogy időben be kell ma fejezni, mert miniszter úrnak el kell utazni a mai estére, úgyhogy igyekszünk pörgetni a dolgokat. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. A teremben helyet foglaló újságírókat és azokat is, akik a rádiót hallgatva vagy a televíziót nézve fogják követni a mai kormányinfót. Köszönöm szépen a figyelmet, és valóban, ahogy Zoltán mondta, szeretnék számot adni arról, hogy tegnapi napon mi történt a kormányülésén, illetve a héten, keddi napon egy nagy kabinetülést is, mintegy 58 napirendi ponttal tartottunk, tehát volt munka bőven. Délután pedig miniszterelnök úr Göteborgba repül, ahol az Európai Unió tagországai és vezetői találkoznak a szociális együttműködés, illetve a szociális pillér áttekintése céljából, ami egy izgalmas eseménye a hét második felének. A kormány munkája alapvetően arról szólt a tegnapi napon, hogy áttekintettük Magyarország gazdasági helyzetét, meghallgattuk a gazdasági miniszter beszámolóját. Magyarország gazdasági helyzete egyre jobban néz ki, de még rengeteg munka van hátra, hogy a kitűzött célokat közösen elérjük. Ezekről az eredményekről röviden szeretnék számot adni, mint ismeretes. 2017. harmadik negyedében 3,8%-kal nőtt a tavalyi hasonló időszakához képest Magyarország gazdasági bruttóhazai terméke. Ez praktikusan azt jelenti, hogy Magyarország az Unióban a 6.-7. legnagyobb növekedést tudja magának. Az Európai Unió növekedési átlaga az 2,5%, ezt jóval sikerült meghaladni. Negyedéves bontásban, negyedéves összehasonlításban is 0,8%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, ami azt mutatja, hogy Magyarország folyamatosan jobban teljesít, és a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladó mértékű. Itt szeretném azt elmondani, hogy tegnapi nap gazdasági miniszter úr beszámolt az adatok mögött rejlő és az adatok mögött zajló folyamatokról is. Ezek a folyamatok kivétel nélkül pozitívak, ezért ha a foglalkoztatás politikai tendenciákra, az ipar teljesítményére, az építőipar, a mezőgazdaság teljesítményére nézünk, akkor azt valószínűsíthetjük, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Központi Statisztikai Hivatal becslése egy számítás, az egy mérsékelt és visszafogott becslés a gazdasági növekedést illetően. Ugye ez azért nagyon fontos, mert az a fő kérdés az utolsó negyedében, hogy hosszú-hosszú évek után először nyugdíjprémiumot tudunk-e fizetni a nyugdíjasoknak, ezért nem mindegy, hogy mennyi a gazdasági teljesítmény. A kormány 4% nagyságrendűre teszi, 4% körülre teszi az összes ismert adat és tény függvényében a gazdasági növekedés, ezért a nyugdíjprémium kifizetése teljes egészében megalapozott. Magyarország sikeréből, a közös sikerből a nyugdíjasoknak is részesülnie kell. Szeretném azt is elmondani, hogy a gazdasági miniszter részletesen beszámolt az utolsó időszak várható kilátásairól, tehát az utolsó negyedév várható kilátásairól is, mi fog történni várhatóan a gazdaságban a következő negyed évben, és jelentős gazdasági növekedéssel számolunk a hátralévő időszakban, ami az élet illeti. A munkanélküliség kérdésével és a foglalkoztatás kérdésével külön is foglalkoztunk a kormány ülésén. Ebben kiemelt jelentőségű, hogy ma Magyarországon a munkanélküliség 4% körül van, ezzel Magyarország az Európai Unió tagországai közül a negyedik legalacsonyabb munkanélküliségi rátával rendelkezik. Ez egy nagyon komoly közös eredmény egy olyan országban, ahol 3,6 millió ember dolgozott 2010-ben, most pedig közel 4,5 millió embernek van munkája. Mi egy munkaalapú országot, munkaalapú társadalmat, munkaalapú közösséget szervezünk, ezért a kormányülések mindegyikének része a munkavilága, vagy a gazdasági adatokat nézzük a munka szempontjából, a munkahelyek szempontjából, vagy a keresetekkel foglalkozunk, vagy a közfoglalkoztatással foglalkozunk. Minden kormányülésen szó van arról, hogy a munkavilága hogyan áll,
És ebben úgy gondolom az a teljesítmény, hogy Magyarországon a rendszerváltozás óta most dolgoznak a legtöbben. A magyar foglalkoztatási ráta, ez a 68%, ez az Európai Unió átlaga vagy a fölötti, és hogy az Európai Unió jelenlegi 28 tagországából 24 országban magasabb a munkanélküliség, mint Magyarországon. Ez úgy gondolom jól mutatja, hogy az a célkitűzésünk, amely mellett 2010-ben közösen tettük a voksunkat, munkára építjük Magyarország jövőjét, ez sikerre vezet. Beszéltünk arról is, hogy a bizonyos gazdasági ágazatok hogyan teljesítettek, szó volt az iparról, szó volt az építőiparról, szó volt a szolgáltatásokról, a bankszektorról, és szó volt a szálláshelyek vendégforgalmáról is. Ez utóbbi 5,4%-kal növekedett az elmúlt időszakban, kereskedelmi szálláshelyek árbevétele pedig 15%-kal nőtt. Összességében tehát nem véletlen az, hogy a Magyarország kép gazdasági tekintetben pozitív, a nagy hitelminősítő intézetek várakozásai pozitívak Magyarországot illetően. A pozitív átsorolások, minősítések mögött döntően az a munka áll, amit például az államadósság leküzdése érdekében tettünk. Azzal számolhatunk a nemzetközi hitelminősítő intézetek és az gazdaság minisztérium tervei alapján is, hogy 2019-ben 70% alatti államadóssággal tudunk majd dolgozni. Tehát az államadósság folyamatos csökkentése 2010 óta szintén egy nagyon sok áldozatot és nagyon sok munkát kívánó folyamat, amelynek következtében folyamatosan csökken Magyarország államadóssága. Ez volt az egyik nagy siker, amit a hitelminősítők értékeltek, a csökkenő államadósság pálya. A másik nagy siker, amit szintén értékeltek, hogy ma már döntő mértékben nem külföldieknek tartozik Magyarország, hanem a magyar adófizető polgárok, vállalatok és magánszemélyek hitelezik a magyar államadósságot, ami 2002 és 2010 között nőtt meg brutálisan. Most mi azokat a hiteleket fizetjük vissza, azokhoz a hitelekhez kérünk segítséget a magyar választópolgároktól és a vállalkozásoktól, amit annak idején a szocialisták vettek fel 2002 és 2010 között. Nehézségek árán tudjuk csökkenteni az államadósságot, de mint tudják, a Fidesz és a KDNP úgy gondolja, hogy magas államadósság, magas függés, magas államadósság, alacsony szuverenitás. Mi a szuverenitás fokmérőjének, Magyarország függetlenségét, illetve a fokmérőnek tekintjük azt, hogy mekkora az államadósság, ha csökken az államadósság, nő a függetlenség, nő a mozgástér. Tettünk egy kitérőt a legutóbbi kormányülésen tegnapi napon, ahogy említettem, megvizsgáltuk a nyugdíjprémium fizetésének a feltételét, ami a gazdasági teljesítmény alapján most már visszaigazolható, tehát lesz az idényési prémium. Másrészt pedig a kormány meghallgatott egy tájékoztatót arról, hogy november végén megkezdi a posta az előkészítését a 10.000 forintos Erzsébet utalványok kiszállításának, tehát a kormány úgy döntött, hogy 10.000 forintos Erzsébet utalványt kapnak a nyugdíjasok, 2.700.000 honfitársunkról van szó, szintén a gazdasági teljesítmény eredményeképpen, és ezt a posta fogja kiszállítani. Elmúlt hetekben, elmúlt hónapokban az állam átalakításának és a bürokrácia csökkentésének egyik legfontosabb eredményeként létrejött az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Államkincstár összevonása, amelyet az új intézmény Mészáros József professzor úr, a nyugdíjbiztosító korábbi főigazgatója vezeti. A gazdasági minisztérium arról tájékoztatta a kormányt, hogy minden kifizetésnek megvan a technikai feltétele, tehát az évvégi kifizetések előtt semmiféle akadály nincsen. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány még egy Eurostat elemzést is kapott, amely a nyugdíjak keresethez viszonyított arányát mutatja. Az Eurostat folyamatosan nézi azt, hogy egy nyugdíjas a nyugdíj előtti jövedelmének, illetve fizetésének hány százalékát kapja nyugdíjként. Ez a szocialisták ideje alatt Magyarországon 54% volt, tehát a korábbi fizetés 54%-át jelentette a nyugdíj. Ez jelen pillanatban 60-70% között van, tehát folyamatosan növekszik az az összeg a korábbi fizetéshez viszonyítva, amit egy nyugdíjas kap. Az ígéretünket tehát sikerült tartani, ami azt illeti, hogy megőrizzük a nyugdíjak vásárlóértékét, és amennyiben közös gazdasági siker van, annak egy több generációs országban a nyugdíjasok is részesei kell, hogy legyenek, hiszen ők alapozták meg azt a gazdasági sikert, amelyről ma minden magyar család részesülhet.
Szeretném még azt is elmondani, hogy a kormány megkérdezte tőlem, hogy még az ezekből a hírekből, hogy az Európai Uniós források tekintetében a magyar sajtó állítása szerint, jobban mondva a magyar sajtó egy részének állítása szerint bármi probléma is lenne, ezeket álhírné kellett nyilvánítanom, tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Unióval kötött támogatási megállapodását jól teljesíti. Erről szeretnék röviden még számot adni, hiszen ez a kormányülésén a gazdasági fejezetben szintén szóba került. Nagyon egyszerű és világos ígéreteket tettünk az Európai Bizottság és a magyar választópolgárok felé. Ilyen ígéretünk volt, hogy 2017. március 31-ig minden pályázati forrást megnyitunk, minden pályázatot kiírunk. Ezt teljesítettük. Ilyen ígéretünk volt, hogy a forrásokat 85%-ban le is kötjük 2017. december 31-ig. Ezt a vállalásunkat teljesíteni tudjuk és teljesíteni fogjuk. És ilyen vállalásunk volt, hogy az idei esztendőben a magyar kis- és középvállalkozások finanszírozása miatt is 2200 és 2500 milliárd forint közötti összeget fogunk kifizetni, ezt is teljesíteni fogjuk. Ha megnézzük, akkor Magyarország Csehországhoz, Lengyelországhoz és Szlovákiához képest a legjobban teljesít, ami az Európai Uniótól visszakapott források kifizetését illeti. Ez azt jelenti, hogy a megkérdezett forráskeret 106%-os, a rendelkezésre álló keret 134%-át igényelték a pályázók, 69%-nyi leszerződött forrás van, és a források 35%-át, 3345 milliárd forintot fizettünk ki idáig. Az Európai Bizottság tájékoztatásról közben rendszeresen ellenőrzi az összes tagország Európai Uniós kifizetési rendszerét. Magyarországon az összes eddigi ellenőrzési dokumentum nem a legjobb, hanem jó minősítést, ez az európai szaknyelvben kettes számú minősítésnek bizonyult, kettes számú minősítést kapott, tehát az Európai Uniós források kifizetésére szakosodott magyar rendszerek jól működtek, természetesen szükség van folyamatos javításra és folyamatos korrekcióra is, de összességében az elmúlt években, az elmúlt 4 évben Magyarország minden felülvizsgálatnak megfelel, most is így állunk a felülvizsgálatok elé, hogy várjuk az Európai Unió bármilyen vizsgálatát, és biztosak vagyunk abban, hogy a teljesítményünk az megfelel minden Európai Uniós elvárásnak és hazai jogszabálynak is. Szeretném lehűteni a várakozásokat és a kedélyeket. Az Európai Uniós kasszák nem fenyegeti semmi más, csak az, hogy elfogy a pénz, tekintettel arra, hogy lezáródnak a pályázatok, eldöntjük a pénz sorsát, és 2018-19-ben teljes egészében ki is fogjuk fizetni. Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének vitáink számos ügyben, önök is rendszeresen kérdezik egy-egy ügynek a sorsát. Ezek azonban az Európai Unió vitarendezési eljárásainak keretében a normális együttműködés a Beautiful Friendship jegyében zajlanak az Európai Bizottság munkatársaival, tehát semmiféle rendkívüliről nem tudok tájékoztatást adni, kifejezett korrektséget tapasztalunk az Európai Bizottság munkatársait, illetve ami a ilyen irányú vizsgálatokat illeti. Ahol sokkal izgalmasabb dolgok várnak ránk a következő napokban és hetekben, az a nemzetközi világ és Magyarország kapcsolata. Az előbb említettem, hogy a miniszterelnök úr Göteborgba utazik a mai délután folyamán. Ott egy a munkavilágával és a munkaszociális vetületével foglalkozó Európai Uniós konferencián vesz részt. Ezzel kapcsolatban szeretném azt megjegyezni, hogy itt Göteborgban a következő 48 órában szembesülhetünk azzal, hogy az Európai Unió, az Európai Bizottság véleménye szerint az Európai Unió szociális pillére az a migráció támogatása és a migránsok támogatása lenne. Ezt természetesen Magyarország nem fogja soha támogatni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az európai munkavállalókat kell támogatni, és a munkavállalás feltételeit kell erősíteni. Ezzel együtt ez egy fontos esemény lesz, ami előttünk áll. A nemzetközi ügyek tekintetében szeretném azt elmondani, hogy Kína közép-európai csúcs házigazdája lesz Magyarország november 26-27-én, a fejből jól idézem. 2 napon keresztül az Európai Unió közép-európai tagországai Budapesten tanácskoznak Kína miniszterelnökével arról, hogy hogyan lehet a gazdasági együttműködést kiterjeszteni. Ezt azért tesszük és azért helyezzük fókuszba a kínai közép-európai kapcsolatokat, mert mint ismeretes a világ GDP-jéből, az európai GDP folyamatosan egyre kisebb részben veszi ki a maga részét, egyre kevesebbet tud hozzáadni Európa
a világgazdasági termeléséhez, ezzel szemben Kína termelése folyamatosan növekszik. Tehát a közép-európai országok politikai célkitűzése, hogy komoly gazdasági kapcsolatokat építenek ki Kínával. Magyarország teljesítménye szempontjában elismerésnél kínai miniszterelnökkel való találkozóig Budapesten valósul meg. Az európai csökkenéssel szemben a kínai növekedés a közép-európai országok számára lehetőséget biztosíthat. Van egy nagy projektünk, aminek a elindítását november 27-én szeretnénk kínai miniszterelnökkel közösen bejelenteni. Ez a Budapest-Belgrád vasútvonal lesz, amelynek a tendereztetési eljárását, közbeszerzési eljárását november végén meg kell indítsuk, erről is döntött tegnap a kormány. Tehát nem csak a kereskedelem politikában fog érvényesülni magyar-kínai együttműködés, több mint 2 milliárd dollárt exportálunk, annyi árut és terméket exportálunk Kínába, és Kínában sok mindent hozunk meg Kína importál Magyarországra, hanem lesz egy fejlesztési típusú együttműködés is, amely Európa kereskedelmi rendszerében a vasút segítségével fontos lehet. Szeretném azt is elmondani, hogy keleti partnerség következik, ahol Ukrajna a fő téma, talán a jövő héten keleti partnerség előtt állunk. Magyarország célkitűzése, hogy az ukrán kormány jobb belátásra bírja. Ennek az egyik eszköze a keleti partnerség intézménye maga is. Ahogy említettük, a kárpátaljai magyarság kisebbségi jogainak védelme érdekében minden eszközt igénybe fogunk venni Magyarországon és az ország határain túl is a nemzetközi világban. A keleti partnerséget is fel szeretnék arra használni, hogy Ukrajnát jobb belátásra bírjuk. Azt kérjük, hogy azok a kisebbségi jogok, amelyek már megvoltak az ukrán nyelvtörvény előtt, a jövőben is ülessék meg a kárpátaljai magyarokat. Tehát szeretnénk, hogyha a kárpátaljai magyarok jogai nem csorbulnának, amíg erre ígéretet nem kapunk és a cselekvésben nem következik, tehát amíg a magyarokra vonatkozó hátrányos törvények hatályon kívül helyezésre nem kerülnek, addig Magyarország nagyon határozottan fog minden nemzetközi fórumon föllépni a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak védelme érdekében. Azt is szeretném elmondani, hogy a napokban egy furcsa pályázat látott napvilágot. Az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériuma a Budapesti Nagykövetség és ügyügyőr közreműködésével a vidéki magyar sajtó felkarolásába kezdene bele egy pályázat keretében. Ezt egy nagyon furcsa dolognak gondoljuk, szövetségesek között teljesen szokatlan jellegű lépésnek tekintjük, és hihetetlenül állunk ezelőtt a lépés előtt. Teljesen helyesnek gondolja a kormány, hogy Seattle külügyminisztérium és a külügyminisztérium bekérte az amerikai ügyvivőt, hiszen ezt a választási kampányban való beavatkozásnak is tekinthetjük, hiszen 2018 tavaszán Magyarországon választási kampány lesz. Nem világos, hogy mi az amerikai külügyminisztérium célja ezzel, miközben egyébként számos területen az együttműködésünk kiváló. Szeretném azt is elmondani, hogy a bevándorlás kérdésével is foglalkoztunk a tegnapi kormányülésén, azért mert örömteli hír számolt be a belügyminiszter úr, aki megkapta a bevándorlás migráció ügyével foglalkozó biztos kollega levelét Brüsszelben. Ez a levél, Avramopulosz biztos levele, válasz arra, hogy vajon Magyarország számíthat-e az Európai Bizottság segítségére a magyar kerítés üzemeltetése és fönntartása, kiépítése mellett. Tehát kapunk-e támogatást ahhoz, hogy a kerítést üzemeltetni tudjuk. A válasz az volt, hogy nem tartják indokoltnak Magyarország támogatását és segítségét a kerítés és a migrációs extra kiadások tekintetében. A mi javaslatunk az volt, hogy a költségeket 50%-ban osszuk meg, tehát Magyarország kész 50%-át vállalni azoknak a költségeknek, ami például Magyarországon a migrációval kapcsolatban a biztonsági határzárat illeti. Az Európai Bizottság biztos arról tájékoztatta Pintesen a belügyminiszter urat és a kormányt, Magyarországot, hogy nem kívánnak ebbe az ügybe előrelépni, nem tartják indokoltnak az, hogy Magyarországot megsegítsék. A kerítés a bizottság nem tartja indokoltnak, így a támogatást sem tartja indokoltnak.
Mi kitartunk az eredeti álláspontunk mellett, és azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy a költség 50%-át mindenféleképpen fizesse meg. Mi ezen ebben az ügyben tovább szeretnénk lépni, és továbbra is kérjük ennek a költségnek a